Sziasztok! Ma itt vagyok a spába, délelőtt úgy döntöttem, hogy én időt tartok. Ez furán hangozhat azoknak, akik soha nem tesznek így. Egy kicsit halkabban fogok beszélni, mert itt igazából nem lehetne beszélgetni, de azon gondolkoztam, hogy veszek fel nektek egy videót, miért is fontos az én idő. Ugye 20 évvel ezelőtt ez nem volt divat és fontos, mert ugye mindenki hazament a munkából, és volt idő a pihenés, ami után elvégezték az otthoni teendőket, leültek a család tévét nézni, a nő tudott varrogatni, olvasni. Ez ma egy ilyen divatos fogalom szó, hogy én idő, de mit is jelent valójában, és miért olyan fontos az egészségünk szempontjából? Ugye az emberek rohanó életmódja nem engedi, hogy pihenőt tartsanak, mert minden a határidőn, a pénzem és a pozíció múlik. Nincs teljesítés, nincs előléptetés, ha nincs előléptetés, nincs elismerés és jó kereset. Ha pedig ezek nincsenek meg, akkor nincs meg az az egzisztencia, amire vágyik az ember az életében. Én próbálok így élni, hát én is rengeteget dolgozok és a családról gondoskodok, nekem is megvannak a teendőim, és folyamatosan tanulok, szóval sok időt töltök mással, én sem vagyok kivétel, de nagyon tudatosan élem, próbálom élni az életem, mert tudom, hogy ha nem adom meg magamnak ezt az időt, akkor hát én is nyugtalanná válok, sokszor stresszes vagyok, ingerült, és persze nem úgy szólok vissza. Tehát kell a testemnek és a lelkemnek ez a felfrissülés, ez a gondoskodás, mert hát ugye, ha valaki nem adja meg magának ezeket a pihenős időket, ezeket a önmagunkkal töltött időket, akkor lehet álmatlanság, depresszió, nyugtalanság, felléphetnek ezek a dolgok. És én ma reggel egy masszázsral kezdtem, és most itt ülök ebbe a teaszobában, ugyanis mindig a hajón vagyunk, de ha otthon vagyunk és megadom magamnak az én időt, sokat olvasok, zenét hallgatok, és próbálok magammal időt eltölteni, de igazából mi is az az én idő? Az én idő voltaképpen az az idő, amelyet önmagadnak szentelsz, és a lelki békét, a feltöltődést, a fejlődést, az önismeretet, vagy a pihenés szolgálja. Mi nők hajlamosak vagyunk lebecsülni az én idő fontosságát, sőt, akár bűntudatot is képesek vagyunk érezni, amiért vágyunk arra időnként, hogy kilépjünk a mókuskerékből és a családtól távol, nyugodt körülmények között pihenjünk ki, és igazából ezeket a mindennapi zűrzavart próbáljuk meg elfelejteni. Mindenki másképp működik, van akinek naponta pár perc egyedül lét is elég a feltöltődéshez, valakinek ennél jóval többre van szüksége. Ezt mindenki majd eldönti saját magának, de ez az a legfontosabb, hogy az én időnket megadjuk magunknak. Nézzétek, milyen szép nagy hajó megy ott kint. Szóval az önmagunkkal töltött idő azért fontos, mert ilyenkor az agyunk felfrissül, szembe tudunk jobban nézni a problémákkal, és lehet, hogy nem is fogunk olyan szinten mérgesek lenni, vagy ingerültek a családdal este a megbeszélésnél, mint amikor csak lótó futunk, ugye rohanunk haza, vacsora készítés, és örökké a feladatok. Az sem jó például, hogyha elmész sétálni, és találkozol a barátnőddel, és aztán a barátnődnek végighallgatod a bánatát, az nem az én idő. Az sem az én idő, amikor a férjeddel elmész a moziba. Ez is fontos, de a legfontosabb az én időben az, hogy te magad legyél ott, abban az időben egyedül. Nincs senki lesz szükséged, megvár a házi munka, a munkád, minden megvár. Neked akkor az én időre kell koncentrálni.
az a lényeg az egyedül létbe, hogy kezdjél el azon gondolkodni, hogy mi az, ami téged nyugtalanít esetleg, vagy mi az, amit szeretnél változtatni, mert tudjuk, hogy egy szuper családban is szükségünk van rá, hogy időnként egymagunk lehessünk. Ez akár ijesztő gondolat is sokaknak, mert félnek egyedül lenni, magukra maradni a gondolataikkal, pedig épp az ilyen helyzetek képesek inspirálni bennünket, rávilágítani akár régóta megoldásra váró kérdések megoldására, ugye? Az például, hogy a közösségi oldalak és az okostelefonok világában élünk, az olaj irritálja az orromat, és most ilyen süt rám a nap, és azért vakarom az orrom, bocsánat. Tehát mivel az okostelefonok világában élünk, ezért állandóan kapcsolatban vagyunk másokkal, akár akarjuk, akár nem. Az egyedüllét iránti vágyunk azonban nem szabad elnyomni. Nem akkor vagy egyedül, amikor felhívod a barátnődet, és elkezdtek trécselni. Ott valóban egyedül kell lenned. Tulajdonképpen mindegy, hogy egy padon ücsörögsz, vagy élvezed a napsütést, vagy festeni kezdesz, vagy zenét hallgatsz, vagy sétálsz, vagy konditerembe mész, vagy egy jó masszázsra, mint amit ma én választottam. Mindenki másképp tud töltekezni. Azért is kell időnként egyedül lenni, hogy lelassuljunk egy kicsit, odafigyeljünk a belső hangra, és hogy feltegyük magunknak a kérdést, hogy mihez volna most kedvem, és megfigyelni a légzésedet, megfigyelni önmagadat, figyelni a testedet, figyelni, én ma például a lábam ujját figyeltem, néztem a bőrömet, és szeretgettem magam, és azt mondtam magamnak, hogy köszönöm, hogy ilyen szép lábam van. Dicsértem magam, dicsértem az egész testemet, a szervrendszeremet. Mi nők különösen sokféle szerepben létezünk, és nem mindegy, hogy kivel töltjük az időt, és neki mire van szükség, tehát, hogy nekünk mire van szükségünk, ugye ez nagyon fontos. És rá kell mindenre hangolódjunk, akár az esti lefekvésre a párunkkal, ugye ez az ominózus fejfájás. Persze, hogy fáj a fejünk, meg szimuláljuk meg minden, hogyha nem vagyunk önmagunkkal rendben. Ha sikerül szakítani időt magunkra időnként a tenger teendőből, akkor azt a harmóniát, azokat a finom energiákat, amivé változtatjuk, azt én úgy gondolom, hogy megéri az időt ráfordítani, mert boldogabbak, harmonikusabbak leszünk a kapcsolatunkban, az életünkben, akár önmagunkkal is, és teljesen mindegy, hogy munkahely vagy partner kapcsolat, és engedjük a párunkat is erre az én időre, és igen, és na itt van, tessék, engedjük a párunkat az én időre. Te honnan kerültél ide? Az én időmből. Azt mondtam, az én idejéből. Oké, én most itt az én időmben vagyok. Jó, majd itt jól megzavarok az időmben. Hát ne zavarjál meg, légy szíves az időmben, oké? Jaj. Különben én épp készülök elmenni. Hova? Innen el az én időmből, csak felveszem ezt a videót. Hova készülsz? Nem mondom meg. Még nem tett le az én időm. Azt mondta, minek jöttünk ide ketten. El kell fogadni a párunknak azt, hogy nekünk én időre van szükségünk. Tehát úgy, ahogy én elfogadom, hogyha neki van szüksége én időre. Neked van szükséged én időre? Nincs. Nekem tökre van szükségem az én időre, úgyhogy te meg most itt lekövettél engem. Azt mondta, legközelebb külön jövünk. Igen, az is lehet, szóval néha az is működik, hogyha külön megyünk el egy útra, mondjuk én ezt azért nem igénylem, de az a kis idő külön az mindig jól jön, úgyhogy tényleg erre biztatlak titeket, hogy a reggelt is külön kezdtük, igen, mert én mentem a masszázsra, de szerintem az jó volt neked is, és nekem is. Komplénul.
Nem baj, ha te elmész és külön töltesz időt, attól függetlenül, hogy a partnered szeretné-e vagy nem. Mindig azzal foglalkozz, hogy te mit szeretnél. Most hallja, amit mondtak. Na, még egyszer nézzétek meg a szép tengert itt a Guadalupe-ben vagyunk éppen, és itt relaxálunk. Nagyon szép hely. Na, puszi nektek, igen, puszi. Legyetek harmonikusak is. Csináljatok nyugodtan én időt, ne foglalkozzatok a páratokkal, mit fog hozzászólni. Csak az számít, hogy ti mit akartok, más nem. Puszi.